Két év kiadást követően, október 15-én délután színes, kulturális programokkal várták az érdeklődőket a hagyományőrző, 25 évre visszavezethető Szüreti Mulatságon, Zagyvaronán, a Bátki József Közösségi Házban. Az elmúlt években volt, hogy felvonulással, idén azonban újításként szüreti énekekkel nyitották meg a vigadalmat. A kulturális program a Vadvirág tagóvoda műsorával vette kezdetét. A programot a Zagyvaronai Barátság nyugdíjas klub előadása folytatta. Ezt követően a hangulatot a Sambala Jóga Stúdió táncosai rázták fel. Kiállítás az minden évben van, tehát az már tizenvalahány éve, mindig más van. Én szoktam kitalálni általában, hogy mi legyen. Tehát többféle kiállításunk volt, most úgy gondoltam, hogy most a fiúkra is gondolunk, férfiakra, és nyakkendő kiállítást rendeztünk. Még eddig azt mondhatom, hogy minden egyes szüreti rendezvényem nagyon sokan részt vesznek, úgyhogy 100-120 vendéggel szokott jönni. Fellépőket próbálom úgy hívni, hogy főleg az itteni helyiek lépnek föl, és amelyik csoportba szerepelnek, azokat hozzák magukkal, ami nagyon jó dolog. A folytatásban a zagyvaronai közösségnek Majnek Tamásné Erika énekelt. A szüreti mulatság mit sem ér, zsíros kenyér, szőlő és bor nélkül. A résztvevők kóstolók mellett élvezhették az előadásokat, de az eseményt zsákba macska és tombola is színesítette. A délután folyamán műsorát a Senior tánccsoport is előadta. A tánccsoportot pedig Sipos Jázmin váltotta a színpadon, aki mai modern dalokkal érkezett a közönség számára. Végül az esemény Godóné Csizmadia Irénke műsorával zárult, akit Lantos Sándor kísért tangóharmonikán. A zagyvaronai szüreti vigadalom a nagyszámú érdeklődő és a színes előadások mellett ismét sikerrel zárult.